Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Én Zágoni Zsolt vagyok, olasz tanár vagyok lényegében. Nem gondoltam ki semmilyen konkrét szöveget. Tehát történelemmel úgy foglalkozom, mint egy józan állampolgár. Tehát gyakorlatilag úgy érzem, hogy kötelességem az, hogy én Székelyföldön születtem amúgy. Tehát kötelességemnek érzem azt, hogyha aminek a magyar történelemhez köze van, azzal foglalkozza. És ennek igencsak köze van. Konkrétan itt arról van szó, hogy van egy nagyobb baráti körünk, és ebbe a társaságban az egyik barátomnak, ő az illető, de egyszer említette, hogy van egy füzet, ahol az egyik rokonunk leírta, hogy mi történt ő vele, és éreztem, hogy ezzel a füzettel, említette, hogy egy füzetről van, szóval ezzel foglalkozni kellene. Ugyanúgy, miképpen előtte, körülbelül 2-3 évvel, egy 48-as székely füzettel kellett foglalkoznom, mert egyszerűen ott akkor abban a közösségben éltem, azt éreztem akkor fontosnak, most itt élek Pesten, most már körülbelül 20 éve, ennek a közösségnek vagyok a tagja, ezért ezzel kell foglalkoznom. És tehát ez volt az gyakorlatilag, amiért úgy éreztem, hogy ezzel a füzettel foglalkozni kell, mert először fogalmam nem volt, hogy ez mi az. Aztán volt egy buli egy házban, a Falk Miksa utcában, és akkor végre megkértem a barátomat, hogy hadd nézzem meg azt a füzetet. És én ezt a füzetet akkor röpke, nem tudom, 2-3 óra alatt el is olvastam, és tehát gyakorlatilag nem tudtam letenni, mert annyira éreztem, hogy egy élő szöveg, ami minket érint, ami konkrétan a mi történelmünk, konkrétan az, amiről a hétköznap vitatkozunk, megbeszéljük a dolgokat, hogy melyik politikus mit mond most aktuálisan erről a kérdésről, és erről van szó, tehát, hogy ez érint minket, ez kell, hogy érdekeljen minket, és hát ezért gondoltam, hogy ezt a füzetet kiadom. Mert hogy magam eldöntöttem, hogy nem keresek kiadót, nem keresek, nem tudom én, támogatót, hanem ezt kiadom. És megtettem, és itt van ez. Gyakorlatilag itt ez a könyv. Az első 47 oldal az a füzet, amiről szó van. Tehát ez volt eleve a szándékom, hogy egy füzet, ami önmagában egy egész, az így jelenjen meg, ami számomra a hitelesség miatt a legfontosabb. Tehát nem arról van szó, hogy egy politikus, egy történész, akárhogy is veszük, valamiképp kell igazodnia emberekhez, közösségéhez, politikai és másfajta véleményekhez. Itt arról van szó, hogy 44-ben egy néni leírta azt, hogy néni, 44 éves volt, leírta, hogy mi történt vele, március 19-től, a német bevonulástól, egészen az első Bergen-Belsen éjszakáig, és ami számomra még értékesebbé tette a szöveget az, hogy mindez 2 hónappal a Bergen-Belsenből távozása után írta le. Tehát egy nagyon-nagyon hiteles szöveg. Utólag tudtam meg, hogy tehát a szerző, ő Bamberger Rózsa, ő a lánya Stern Samunak. Tehát aki akkor igencsak fontos ember volt Magyarországon, illetve az, hogy akikről itt szó van, ők Kastner vonatosok. És ez megint úgy éreztem, hogy akkor, nagyon őszintén megmondom, nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy Kastner vonat. Utána rengeteget, az túlzás, de nagyon sokat olvastam, és így próbáltam tájékozódni. De azért, hogy mégiscsak hát én egy Székelyföldön született olasz tanár vagyok, aki hát történelmen nem foglalkozik, ezért gondoltam azt, hogy keresek egy általam hitelesnek gondolt történészt, ő Ungvári Krisztián, és megkértem, hogy írjon egy tanulmányt hozzá. Azért elsősorban, hogyha egy fiatal, nyilván idős is, de úgy érzem, hogy a fiatal nagyobb az esély, hogy egy iskolában bárhol találkozom ezzel a könyvvel, ne csak a fizetet kapja, hanem azt a kor hátterét, hogy legyenek meg azok a pontjai, amivel
még hitelesebbé válhat egy szöveg, még még befogadhatóbbá válik a szöveg. Én gyakorlatilag egy oldalnyi előszót és két oldalnyi úgymond család és füzettörténetet írtam le. Tehát én megpróbáltam a lehető legkevesebbet hozzányúlni ahhoz, amit hiteles tartalomnak gondolok. A könyvnek a hátsó részét azt még nem említettem, hogy egy fénykép melléklet van. Nagyon-nagyon érdekesek szerintem. Egy levelező lap, amit Bergen-Belsenből küldtek a füzetnek a szerzői, egy erdélyi munkatáborban. És 44, ha jól emlékszem, júliusában, ez meg is érkezett Erdélybe, Berlinen át. Sztungvári Krisztián is mondta, hogy ez igen nagy ritkaság, tehát ez egész, tehát hogy ő meglepődött rajta, tudott róla, hogy volt ilyen, mivel németek, nácik próbálták azt, hogy olyan helyen azt bizonyítani, hogy rám ez egy olyan hely, ahonnan még levelezőlapot is lehet küldeni. Nyilván egy ellenőrzött, mindenféle biztonsági hálókon át menő levél volt. A füzetnek, az eredeti füzetnek a fényképét is oda tettük. Amíg én ezt a könyvet írtam, főleg az utolsó szerkesztettem, az utolsó két hónapban körülbelül egészen számomra tényleg ilyen félelmetes dolgok történtek, sorszerű volt minden. Tehát négy dolog, egészen konkrét dolgot tudok mondani, hogy mi hogy történt. Tehát az egyik, az, hogy az egyik aki angolra fordította, mert az egyik oldal magyar, másik angolra könyvben, említette, hogy milyen szegényes a fényképanyag. És mi történik? De akkor jött haza Izraelből, és egy bulit szervezett. Amiben én nem akartam elmenni, mert úgy már Dával előtte találkoztam, most minek megint elmenni, picit lehet unalmas lesz, ugyanazokkal az emberek, ugyanaz történik megint, ami jó alapvetően, de most akkor a pillanatban nem volt kedvem. És mi történik? Elmentem, valamiért úgy éreztem, hogy mégis elmegyek, és a szekrény Dán mondta, hogy mindenki egy könyvet nyugodtan elvehet, mert az a lakás úgyis eladódik, és akkor... És én matadtam ott a szekrénybe, könyveket keresve, és fényképeket találtam. Azokat a fényképeket, amiket a család konkrétan nem tudta, hogy hol vannak. Tehát én azokat találtam meg, azokból a fényképekből van itt. A másik, hogy én olasz tanár vagyok, egy olasz barátom a könyv megjelenés előtt 3-4 nappal írt, hogy ilyen megjelent az első könyve, és hogyha van kedvem, akkor olvassam el. Mondtam, hogy most nincs idő, nagyon sürgős lenne, hogy valamit csinálj, tehát hagyja, ne küldj el, viszont hogyha egy rövidebb tartalmat küld, akkor annak nagyon örülnék. Kiderült, hogy ő is egy kasznervonatosról írta a könyvét. Semmilyen kapcsolat nem volt közöttünk. Egy olasz ember Torinóban egy kasznervonatosról írta, Saul Ladány, egy félelmetes élettörténet. Az a lényeg, hogy az illető Bergen-Belsen túlélve, Amerikában, előbb Izraelben, utána Amerikában kutatótudós volt, 72-ben viszont olimpikonként Münchenben ott volt, ahol történtek a mészárlások, és az ABC, ő a B-be volt, az AC lakosait megölték. De szóval amúgy is ez a Saul Ladány története egészen hihetetlen, érdemes utána nézni. A könyvben benne van az utolsó oldalon, meg látszik is, tehát ennyi hely maradt az utolsó, tehát ez is ennyi hely maradt a tördeléskor, oda került be ez az alsó könyv, a legutolsó oldalon. Van egy barátom, akivel nem barátom, inkább egy foci partnerünk, akivel 15-20 éve nem találkoztam. Megyek az utcán, körülbelül megyünk egy-két héttel a kiadás előtt, és akkor emlékeztem arra, hogy ő történész. Megkérdeztem, mit csinál, hol dolgozik, mondta a levéltárba, és hogy előtte, megint csak annak ellenére, hogy nem a második világháború korával foglalkozik, egy kollektív passz volt a kezében, ami két kollektív passz volt, amivel a kasznerosok átmentek Svájcba, A-tól K-ig, K-tól Z-ig, ő pont a másikat fogta, és a másik elveszett, nincsen meg. Tehát a levéltárban nincsen meg, én a másikat
tettem be fényképként, tehát ezt a kollektív passzot. Karl Lutznak az aláírásával, a svájci nagykövetség pecsétjével. Szóval, és még egyet írtam már, hogy nehogy elfelejtsem, fényképe. Hú, ezt nem tudom kibogarászni, de az a lényeg, sok-sok ilyen dolog történt, hogy egyszerűen mindig az történt, aminek kellett történnie. Hát így. Vannak-e kérdések? Az együttműködés a németekkel megjelenik a könyvbe, úgyis mint a zsidó tanács felelőssége vagy szerepe kapcsán? Ezt Ungár Krisztiánra bíztam, és hogyha személyes véleményem az számít, mivel nem vagyok történész, én tehát Sternsamnak a szerepét, nyilván azon lehet vitatkozni, hogy mi történt. Ő maga, amit 46-ban leírta a könyvében, emlékiratba, ő szerintem nagyon szépen elmagyaráz mindent, hogy miért kellett, hogy úgy történjen, és hogy ő maga miért viselkedett úgy. Tehát én szerintem emberileg tökéletesen magyarázható minden, amit ő tett. Én így érzem. Tehát ez nem vagy történész, tehát én nem állíthatom, hogy minek volt az oka, ő bármiért, bármiképp negatív értelemben felelőse, hogy ő megpróbált megtenni mindent, abban biztos vagyok. Hogy ez sikerült-e neki, ezt nem tudom. Konkrétan a füzetben, mivel a lánya írta a szöveget, többször fölmerül, ami önmagában is egy komoly válasz lehet, hogy ő megtehette volna azt, hogy elmenjen, hogyha ő az életét bármiképp fontosnak tartja, nem a közösség életét, sorsát tartja fontosabbnak, megtehette volna, hogy elmegy, itt hagy mindenkit, nem ezt tette. Ő maradt, és próbált cselekedni, időt húzni. Azt hiszem a könyv címe is ez, tehát a... versenyfutás az idővel. Tehát minden, amit tett, a német bevonulás után én úgy érzem, hogy az volt, hogy időt nyerjen, beszéljen. Nagyon fontos dolognak érzem azt, hogyha valami baj van, de bármikor az életben, tehát nem kell háború legyen. Ha próbálunk beszélgetni, akkor előrébb léphetünk, illetve megoldhatunk valamit, de egyszerűen időt is húzhatunk, hogyha nem pozitív értelemben közelítjük meg a dolgot. És ő ezt próbálta megtenni. Órán ez előkerült, de milyen hemorrág? Úgy nem. És hogyan reagáltak rá a gyerekek? Bájos a kép, hogy a gyerekek nem én, tehát magántanár vagyok, csak tehát iskolában sem. Mert nem olasz tanár, azt hittem, hogy tiszta sor. És egyébként nem úgy, de másképp próbáltam, és nem próbáltam, hanem használom is, tehát az olasz könyvet, amit a barátom írt. Saul Vadály történetét. Percesen viszem órákra, két fénymásolt oldal, és mindent meg tudunk beszélni rajta. Igeidőktől elkezdve, illetve nem elkezdve, odáig érve, de kezdjük a második világháborúval, tehát, hogy Saul Ladán, ő akkor 8-10 éves kisrác volt. És hogy viselkedtek vele a barátok? Előbb Szerbiában, mert hogy ő nőtt föl, de Budapesten volt 43-ban a rokonoknál. És hogy akkor Csepelen, hogy viselkedtek a srácok, illetve a München olimpiát, illetve hogy milyen gyalogulnak benni, mert ez az ember, úgy képzeljék el, hogy 76 évesen eldöntötte azt, hogy ő minden évben, amikor születésnapja van, annyit fog gyalogolni, ahány éves. És ezt komolyan mondom... Már hogy annyi kilométer? Igen, ez félelmetes, de így van. A csúcsa az 40 nem tudom hány évesen volt, akkor 180 kilométert gyalogolt, ez akkor világcsúcs volt. Utána a 68-as olimpián is ott volt, szintén mint izraeli gyalogló. Érdekes volt, hogy ott, hát ő mivel Amerikában élt kutató mérnökként, hát az izraeli olimpiai szövetség nem ölelte kedvére, mert mindig más utakon kellett mozogjon. Tehát egy picit ott is kitaszított volt. Már te csapaton belül, de most Jeruzsálemben él és egy boldog ember. Tehát. Meg arról is rengeteget ír ebbe a könyve, az számomra az egyik legmeglepőbb, illetve amit én szembesültem, hogy Izraelben 46-7-ben hogy fogadták őket. Tehát
nagyon-nagyon sokszor nem a szeretettel találkoztak, de találkoztak a szeretettel is, a figyelmességgel. Például egy ilyen részletet ír, és ez nagyon megmaradt bennem, ez most mind spontán jutnak eszembe, hogy a piacokon az volt a szokás annak idején Jeruzsálemben, hogy a kereskedők ott hagyták a maradékot is, lehet mondani, de nyilvánvalóan a tervezett maradékot, és ez csak az akkor oda kerültek, tehát az új hazát keresők vihették el. És ez egy hagyomány volt, nem tudom, 50-es évek végéig, talán nem tudom pontosan. És akkor a füzet szerzője, ők is Izraelbe kivándoroltak, ott éltek? Nem. Ez az egyik érdekes témája annak, hogy illetve sok történészeknek is, az Ungvári Krisztián mondta, hogy ez az a vonal, ahol újat is mond a könyv. Tehát, hogy Kastner Rudolfról mondják, hogy igaz, csak cionisták, nem csak, de sok cionista került föl került az ő vonatjára. Ez meg, hogy csak gazdag emberek, meg, hogy sok-sok vád éri. És az biztos, hogy itt a füzetbe is le van írva, hogy a vagomba konkrétan, amelyikben a család volt, ott 17 árva gyerek volt a dadával. Tehát őket például a Vöröskereszt vitte oda. És én százalékokról nem tudok beszámolni, de úgy körülbelül, hát ők biztos, hogy hazakerültek, tehát Budapestre. 46-ban félelmetes, tehát ez az egyik, ami az ember nagy az évnek áll. 46-ban, jól mondom? 46-ban volt az esküvő Újpesten. Tehát az, aki a levelező lapot írt a Bergen-Belsenből, ő ment hozzá ahhoz a levél címzettjéhez, aki Borsán volt Erdélyben, munkatáborban. 46-ban Újpesten esküdtek. És a rokonságban mindig belebonyolódok, hogy kikinek ilyen, ők leszármazottak, abban biztos vagyok. Szóval, és sok, a Saul Ladán sem azt az utat járta be, tehát, hát de azt járta be, de végül is, tehát igen, tehát nem tény, hazament, mármint Jeruzsálembe, ott érez, ott volt otthon, de utána rögtön Jeruzsálembe, Amerikában érte le életének a, mit tudom, hány százalékát, sok hosszú éveket. De most eszembe jut egy másik túlélő, Lőb László, ő sem otthon él, mármint Izraelbe élt. Tehát szóval több vonala van ennek. Rengeteg különböző történet van. A könyv szerkesztése közben te mennyire érezted azt, hogy egy nő írta ezt az egész? Hát ezzel már föl is akarod vetni a vitát, az egyik vita témát, de nem beszéltük meg. És én próbáltam tegnap és ma olyan szemmel átolvasni, hogy vajon azok női szempontok-e azok, amiket én annak gondolok. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy egy anya és lány volt ott, és azt hiszem, így már át is lyukat, oda is jutunk, ami talán a felsőbb lényege. Én idézeteket írtam ki, és szerintem csináltuk azt, az előző órán nem volt, a órán előző előadáson nem volt fény másoltanék, de én szívesen adok, és akkor itt az oldalszámokat mindig kiírtam, tehát ha valaki akarja követni, akkor tudja követni. Én folyton kérdeztem az anyámat, hogy ők vajon tudták-e, hogy megsemmisítő tábor vár-e rájuk, és tulajdonképpen senkitől nem kaptam meg felelő feleletet. Mint kasznevonatosok? Nem kasznevonatosok, itt maradt. Nem vitték el, első férjét vitték el. Ők tartottak folyamatosan a gázosítástól, mint olyan. Tehát ezt tudták, hogy gázosítás van? Én szerintem egész biztos, hogy igen. Tehát de tudták, ez tudták és, de ezt nem mondták. Ez egy kérdés? Így van. Tényleg nem tudom. Tehát én úgy tudom, hogy két, ha jól tudom, egy szlovák és egy más származású ember volt, aki Auschwitzból megmenekült. Volt egy edzőkönyv. Igen. Tehát, hogy... Ez eljutott ezzel mivel gondolom, hogy én csak konkrétan a szövegben szerepel az, hogy a lánya említi az egyik állomáson, hogy itt talán az történik, és attól retteg. Tehát az információ megvolt. Ugye a vérhírek terjedtek, és a vérhíreknek tartották ezeket.
Tehát nem lehetett tudni, mennyi az, ami ebből igaz, és mennyi az, ami nem. Tehát például az, hogy tehervagonban fogják vinni. A legtöbb visszaemlékezésben az, hogy akkor döbbent rá, hogy tényleg, amikor már jött a tehervagon, tehát nem tudták elképzelni, hogy ami nem történt meg. És az, hogy Auschwitzról, tehát mint hely névről nem tudtak, az több memoárban benne van. Fogalmunk nem volt, hogy ez hol van, vagy milyen hely. Valaki az anyukát kérdezi, hogy nem jobban tud németül, mint az az illető, és nem tudja, hogy Auschwitz az mit is jelent német, nem tudták, hogy egy hely. És akkor az anyuka se tudta, hanem felszállt a vonatra, és kiszólt még valakinek, hogy na mi az az Auschwitz? És abban pillanatban becsukódott a vagon, hogy kész, nem tudták meg, amíg oda nem értek. Tehát, hogy le, és a Dóra Szorel, mert nagyon érdekesen összecseng ez a memoár azzal, amit én említettem a Dóra Szorel memoárjával, aki a felszabadulás utáni napokban, tehát 45 elején egy másik táborból felszabadulva talált füzetet és kezdte írni, és egy ugyanilyen hasonló füzetet írt. Ott azt írja, hogy amikor a vonatban ültek, az anyukája mondta, hogy én attól félek, és lányom, hogy minket megölni visznek. De csak így konverzációs formában, tehát nem az, hogy tudjuk, hogy mi lesz velünk, hanem hogy van egy olyan érzésem, hogy akkor, hogy ott ültek a vonatban, és akkor valaki azt mondta, hogy na most már körülbelül Lengyelországban lehetünk. De csak nem, először is azt hitték először, hogy Németországban mennek. Ugye arról volt szó, hogy munkára viszik őket. Munkára, Németországba, munkára. És ez is valakinek a visszatérés a kiállításon van, az IKIN kiállításon. Azt hiszem, hogy mondta Pécsutat a nagymamán visszatérésen, hogy mondták neki, hogy mert Németországban munkára, de hogy nyári ruhára van a szüksége, és valami nagyon kalandos módon egy levelező lapot eljuttatott a rokonságnak, hogy X napon lesz Budapesten, és hogy oda a vasútállomásra hozzanak neki nyári ruhát, és hoztak el, sikerült az üzenetet, de hát teljesen fölöslegesen volt Budapestről Auschwitzig nála egy csomag nyári ruha, amit aztán nyilván elvette. De tehát ennyire nem tudtak. Haj, a ringhír, pont az a lényege, hogy nem tudjuk, hogy valós-e, de félünk, rettegünk tőle. Például én 89-ben otthon voltam Sepsiszentgyörgyön, Ceausescu kivégzése alatt. A rémhír az az volt, volt egy reális, az, hogy tankok jönnek Szentgyörgy felé, Sepsiszentgyörgy felé. Ezt mi nem hittük el, miközben igaz volt. A másik az volt, hogy líbiai terroristák fogják lőni a tízemeleteseket. Mi attól is rettegtünk, viszont nem jöttek. Tehát az a lényeg, hogy én így éreztem ezt folyamatosan, gyakran fölteszik ezt a kérdést, nyilván nekem aztán tehetik, de hogy már sok-sok történésznek Ungvári előttem meg kellett ezt válaszolja, és a rémhír fogalmat használja. A másik az, hogy Auschwitz neve itt akkor 44 késő nyarán, akkor teljesen ismert volt, ezt itt a füzet szerint merem állítani. Félelmetes számomra. De sem Samu lánya, szóval nem ezt mondom, tehát, hogy itt tudott róla teljesen egyértelműen. Az volt egészen hihetetlen történet, Balassa gyarmat után megállították a vonatot, és az a kérdés merült föl, hogy de állítólag, nem állítólag, egészen bizonyos, nem csak a vagonnak az utasaiban, hanem a határőröknél, hogy ez most Auschwitzba megy, vagy Auschwitzbe. Auschwitz egy Bécs melletti kisváros, vagy Auschwitz, és ezen vitatkoztak. Félelmetes. És a határőrök nem tudták. És a határőr telefonált, nem tudom én hová, benne van a füzetben konkrétan, hogy ez a vita folyik. És végül úgy bizonyosodtak meg arról, hogy valóban Auschwitz felé mennek, tehát Bécs felé, nem északnak, hogy azt hiszem 200 pengőt, 200, nem, tehát pénzt adtak a vagonnak. Kifezeti a vonatot, masinista, tehát hogy neki adtak 200 pengőt, 200 nem tudom milyen pénzt, hogy oda menjenek, vagy pedig hogy nem, hogy elmondja, hogy Auschwitz vagy Auschwitz az irány. De hát akkor már ezt a szót, hogy Auschwitz ők is? Egyértelmű. 100%. Tehát akkor aztán a vonatosok nem tudták. Így van. Nem. Én engem azt gondolom, hogy ha tudom, hogy engem el akarnak házasítani, akkor esetleg nem vonulok be, tehát nem megyek oda, tehát elbújok.
valamit csinálok, de ha nem tudom... Én mindig szembesülök, bárhová megyek, bármilyen közösségbe, hogy ki mit tudott, és azt miért nem mondta. De mert az is lehet, hogy nem akar, úgy gondolja, hogy nincs menekvés, nem akar pánikot. Legyen még egy kis bizalom. Elnézést. Mivel az én édesanyámról, illetve nagyanyámról szól ez a könyv, illetve az én nagyapámról, aki Stersamú. A Stersamú emlékirataiban egyértelműen le van írva, hogy utókor megmondja azt, hogy a Kastner és az Ekman lepaktált egymással. Ez valószínű így, ilyen formában nem igaz. De az, hogy az Ekman indított egy vagy két vonatot, hogy az egyiket azzal indította el, hogy Izraelbe megy, nem tudom, hogy tudták elhinni azt, hogy egy vonat elmegy Izraelbe, de ez volt. A másik, hogy igen, Auschwitzbe indul a vonat. És itt van az, hogy az Eichmann átvert az egész világot. Mert ő nagyon jól tudta, hogy ezt a vonatot Auschwitzba fogja irányítani. Csak hát mennyire szebben hangzik Auschwitz. És így kerültek fel ezek az emberek, hogy aztán az utolsó pillanatban miért nem Auschwitzba ment, illetve hogy Bergen-Belsenben kötöttek ki, ami tulajdonképpen ugyanaz volt a két tábor, csak Bergen-Belsenben nem volt krematórium. Ezért hívták Sonderlagernek, mert nem volt krematórium. Szóval ott inkább éhen haltak. Igen. Láttad, az ember elolvas a füzetet, iszonyú szenvedéseken mentek át. De Bergen-Belsenben más eljárásban részesültek, mint a többiek, és a remény, hogy ők megusszák, ez meg volt folyamatosan. És ebben a leginkább, ahogy a füzetben éreztem, a legnagyobb megerősítés az volt, amikor Bécsbe egy német tiszt, akivel korábban tudták, hogy a Kastner tárgyalt, ő vele találkozta, és ez számukra egy igazolás volt, hogy azt az utat fogják be, amit a Kastner megígért. Hadd kérdezzek valamit, Kastner zsidó volt? Persze. És hogy lehet, hogy egy zsidóval így szóba álltak? Igen. A Stersamú úgy került ennek az egésznek az élére, hogy ő volt a pesti neológ, tehát a Sip utca 12-nek az elnöke. A zsidó hit, a neológ hitközségnek az elnöke. És ide jött az Ekman, összehívta ezt a 5 vagy 6 embert a fő bórékat, és akkor azt mondta, hogy maga lesz az elnök, Stersamú, maga lesz a nem tudom ki, így. Tehát ilyen hatalmi szóval, hogy önként vállalod a kinevezéssel. A másik dolog pedig az, mert volt itt egy kérdés, hogy Stersamú tudhatta-e, hogy van Auschwitz, miután ez a két ember. Igen, eljutottak a hírek hozzá, ő egy horti joviális ember volt, tehát ő, mint antikommunista, és borzalmasan gyűlölte a szovjet irányzatot, hogy miért nem tudom, de ő mindent a Hortival intézett el, úgy a deportálások leállítását egy időre, meg mi ez az emlékiratokból kiderül, hogy megkérdezte egyenesen a Hortit, hogy igazak-e azok a hírek, amik jöttek. És a Horti azt mondta, hogy nem. Aha. És akkor ő... Nem. Mert ő... Már azt akarta, hogy igazak-e, és akkor el is hitte. Olyan nagy befolyása volt már az egész itteni helyzetben, hogy őt a Horti másra nem tudta jutalmazni, mint udvari tanácsosnak. De hát azért ő már egy Hortinak elég sok mindent letett az asztalra, úgy az első világháborúban, mint a
második világháború kezdetén. Uh-huh. És neki is azt mondta, hogy nem. Szerintem ezt feltárni nagyon-nagyon, nem, hogy nehéz, teljesen lehetetlen. Viszont az biztos, hogy vannak könyvek ebben az ügyben, tehát például egy Anna Porter nevű hölgy, nem tudom, hogy ő kicsoda, az biztos, az Ungvári Krisztián rögtön érezte, hogy lábjegyzetben kell jegyeznie, egy hatalmas könyvet írt, és ezt a tényanyagot fantáziával keverve megpróbálta összeállítani, hogy ezt hogy képzelhető el. Amiben én vagyok biztos, hogy ebben a Kastnerben elképesztő mértékű vagányság lehetett. Tehát az ember háromszor-négyszer visszament Németországba, tehát tárgyalni, miközben az tudott, hogy a pesti tárgyalásokon, mikor Eichmannnal találkozott, akkor minden volt. Volt vigyorgás, de volt szembeköpés, mármint Eichmann részéről, volt asztalra csapás, üvöltözés, minden volt. Tehát, hogy félnie rengeteg mindentől lehetett volna. És ennek ellenére, tehát ő Svájcból, ő átment Németországba tárgyalni a további ügyekért. Tehát, hogy azt hiszem először 300 embert vittek át Svájcba, és visszament Németországba megint elment tárgyalni. Tehát csak ezt szerettem volna így kiemelni. Belegondolunk abba, hogy itt már 44-ben történtek az események, más országokban nyilván előzőre zajlottak le ezek a folyamatok. Tehát például a Kultbeher ezredes, előbb bal ezredes, később ezredes, már az Oppenheim báró családdal, ugye Németországban megkötött olyan megállapodást, ami lehetővé tette, hogy ez a gazdag család ez kivonuljon onnan, és külföldre távozzon, de hogyha gondolunk Magyarországra, akkor itt ugye még prominens zsidó család, akik mondhatni egy család voltak, a Beis család, a Korin család, a Mautner család és a Konfer család szintén kötött egy megállapodást. Ugye május 17-én aláírták a Waffen-SS-szel azt a szerződést, amivel ők ki tudtak távozni. Ugyancsak volt egy olyan megállapodás tervezett, hogy 10 000 teherautóért cserébe ez a vérér árut megállapodás tervezett, de ebből végül is nem lett tudott teljesedni. Tehát amikor ők már érezték, hogy a háborúban az erőforrásaik végére érnek, akkor üzletként fel tudták használni ezeket a gazdagabb zsidókat. Hát még olyan elképzelések is voltak, és így túlbecsülték a szövetségeseknek a zsidók iránti hát szimpátiáját, hogy úgy mondjam, hogy ilyennyi meg annyi zsidóért cserébe, ilyen meg olyan engedményeket, tehát hogy kiengedik a zsidókat, hogyha a szövetségesek így meg úgy lépnek fel. Tehát ennek egy igen hosszú hagyománya volt a különböző országokban. Mondom, szerintem itt Magyarországon ez a Beis családnak a sztória, ami a legkisebb. Azért nem stimmel nekem, mert végül is lazán elrekvirálhatták volna. Miért ne? Szóval miért kellett megállapodás? Hát igen. Egyik napról a másikra azt mondják, hogy úgy cselek, zsidóké, elkobozzák. Milyen? Kész. Volt egy más is, tehát hogy... Tehát az ékszereket el lehet dugni, de más nem? Na jó, én úgy gondolom, mert én most a Beis családdal foglalkoztam részletesebben, én csak arról tudnék, nem akarom én itt elvenni a... Vagy beszélhetek róla egy-két szó elejéig? Tehát arra mondom, hogy a Beis családnál azért, ha belegondolunk abba, hogy fél Magyarország érdekeltségét, tehát 71 cégnek volt igazgató tanácsi tagja a Korin, ugye? Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy ezeket működtetni kellett egy háborúban, ha ők most úgy veszik el erőszakosan ettől a családtól, akkor nagy valószínűséggel a Csepel, később Csepel, most és főműveként ismert, akkor ugye Weiss-Manfred művek, valószínűleg a működésében egy törés állt volna be. Tehát ilyen nagy stílű családok esetében, ugye nem hiszem, hogy az felmerülhetett volna, hogy akkor most bezárjuk őket a börtönbe, vagy mit tudom én, likvidáljuk őket, és akkor most odaültetünk valaki más. Tehát itt valamilyen folytonosságot kellett biztosítani, és ezért is volt az, hogy megkötöttek egy olyan szerződést, ami még csak nem is az volt, mint szerződés, hogy elvesszük ezt a nagy vagyontömeget, hanem 25 évre bizalmi használatba adták az SS-nek, és még kaptak is érte, ugye a részvényeikre osztalékot. Most az más kérdés, hogy hol volt 25 év múlva az SS, meg hol volt a részvényből az osztalék, de legalábbis azért nekik is voltak jogi szakértőik, akik ezeket valami olyan formában öltöztették, meg nekik se volt érdekük, ahogy a történészek ezt a Beis családnak az ügyét értékelik, hogy túlságosan is ezt a megszálló jelleget hangsúlyozzák az országban. Hiszen Magyarországon ez a megszállás éppen nyilván a trianoni
hát érzelmekből következőleg, hogy itt az emberek nem annyira gyűlölték, legalábbis tudomásom szerint a németeket, mint jó néhány más országban, hiszen egyedül Ausztria és egyedül Németország volt az, ami a terület visszafoglalásokhoz egy háttér tudott biztosítani. Itt nem akartak egy olyan megszálló erőként fellépni a németek, hogy konfliktusokat gerjesszenek, tehát ahol tudtak megállapodást elérni, és például a Berchtesgaden jó példa, ott ezt a megoldást választották. Amit többször is említenek, tehát hogy a nem ezres nagyságrendű német tiszt vezető irányította az egészet. Tehát hát valami híres anekdóta, hogy mennyi idő alatt tudjuk elfoglalni Magyarországot, és akkor ugye most az a baj, hogy nem tudom olyan jól elmesélni, de az egésznek az a lényeg, hogy attól függ, hogy ellenállnak vagy nem, mert hogyha nem állnak ellen, akkor egy óra alatt, de ha igen, akkor még meg kell hallgatnunk az üdvözlő beszédeket is, kicsit hosszabb ideig fog tartani. Ami még itt a kérdésre vonatkozik, hogy tehát azt tudom, hogy Kastner Kolozsvárot például, ő kolozsvári volt amúgy, ott családok magánvagyonaiból, a családok maguk kivásárolták magukat, illetve vásárolták meg azt, hogy ők a Kastner vagonokba kerülhessenek. Vagy nem szeretem a Kastner vonat kifejezést, mert szerintem butaság, mert vonatnak nevezni azt, ami egy vagon, mint egy utazásról lett volna szó, de ez tényleg mellékes. Az, hogy voltak családok, akik kivásárolták magukat, megvásárolták ezt a jogot, hogy ők ott lehessenek. Viszont voltak olyanok is, hogy tehát Kastner többször egyeztetett nemzetközi zsidó szervezetekkel, akik megint mindenféle eszközöket és pénzt adtak. Tehát nem csak elvett vagyonokról van itt szó, amit már a németek megtehették volna azt, hogy elvegyenek, hanem valóban ilyen. Tiszta sor. Még hogyha, ha lehet, akkor mennyi percet van? Kettő, jó? Kettő. Amiről szól a füzet, az egy nő és a lány. Tehát a nő, lány és a férj. Ugye ez a férjről kevesebben van szó benne. A férj, a nő az anyáról és a lányáról rengeteg. És talán mondok oldalszámokat, ahol erre konkrétan én találtam utalásokat, egyet pedig a két perc alatt talán fel is olvasok. Meg én érzem annak, tehát ez lehet, hogy egy nő nem annak érzi, tehát hogy már a higiénére való odafigyelés, ez folyamatosan, én csak három példát írtam ki, a 86-90-98-as oldalon, szinte az egészségére, a saját egészségére való odafigyelés, ezt valahogy végigkísérte, és több ember, akinek odaadtam a füzetet, ő ezt igazolta, hogy ez talán sokkal hangsúlyosabb, mint más esetében. Lehet, hogy ez személyes, tehát nem a női mi voltára vonatkozik. Ez a 82-es oldal. Az internáló tábor, ahol összegyűjtöttek bennünket, az előtti Aréna Ötti zsidó templom, már zsúfolva volt emberekkel részben, Pestért legnagyobb rész vidékről felmentett, már a téglagyáratból kihozott családokkal. Az egész nap rendkívül izgalommal telt el, míg végre este 6 órakor indulásra készen álltunk. Ömlő esőben ki hogyan tudott szekerekre jutunk föl. Körös körül szorosan egymás mellett lábainkat kifelé búgatva foglaltuk el helyünket. Az a lényeg, hogy folyamatosan írja az állapotot, ami egészen szörnyű, és akkor a következő gondolat az rögtön az, hogy egész úton annak örültem, hogy az enyémet nem láttak ilyen síralmas állapotban. Tehát én számomra ez így a külcsére való odafigyelés, tehát számomra ez most tényleg arra figyel oda, de tehát, hogy egy nőnek más a fontos, férfinak más a fontos, mert férfi kajáért szaklatott volna rögtön. Ő pedig, hogy azt, hogy őt hogy látják, az nagyon fontos volt, vagy fontos volt. Én ezt éreztem ilyennek, de mondom, hogy Nem az, hogy ne lássák, hogy milyen szerencsétlen helyzetben vagyok, milyen nyomorult vagyok, hogy ők ne keseredjenek el. Biztos, hogy a fizikai, nem tudom miről volt szó, hogy nincs kifestve szemem, meg ilyen? Az kérdés ez, tehát én nem... Én a 84-76-ra éreztem, itt egy olyan mondat szerepel, hogy megint
annyi dolog lett volna, amivel magára figyelhetne, de ő azt mondja, hogy nekem az volt a fontos, hogy mentsem a lányomat és a férjemet. Ő maga föl nem merül. Tehát 84-76 a másokra odafigyelés, a higiénére a 86-90-98-as oldalakat gondoltam. Az egészség az végkíséri az egészet szerintem, tehát többször az utolsó oldalon van, és ezt gyorsan elolvasom, mert ez nekem a zárá, tehát nagyon-nagyon tetszett nekem, ahogy szerintem elképesztően szépen írt. Tehát, hogy szerintem nagyon-nagyon szépen írt. És ahogy befejezik, tehát van egy, szerintem egy, volt egy ilyen esztétikai érzéke, hogy hogy kell befejezni egy írást, hogy kell befejezni a füzetet. Kénytelenek voltunk ki úgy vizesen takaró nélkül lefeküdni. Isteni csoda, hogy nem kaptunk mind tüdőgyulladást. Különösen én, aki nagyon inklinálok a hűvésre. Otthon még a szellőtől is óvtak, csak náthás sem vettem. Alvás, Istenem. Nehéz elképzelni ilyen körülmények és lelkiállapot mellett aludni. Hol egy gyerek sírt, elfojtott zokogás, mély sóhajok a régi élet és elhagyott szeretteink után. Mások horkolása hallatszott, szóval 160 ember különböző lelki és fizikai megnyilvánulása. Egy perc nem volt, hogy csendet volna. A poloskák és borhák tömeg és üvölésünkre sietett. Reggel felé azonban a nagy kimerültségtől mégis elnyomott az álom. Szerintem szép így befejezni egy füzetet. Tehát.